Csúszós utakat és rosszabb látási viszonyokat hozott a csütörtök, így aki autóval indult útnak, annak fokozottabban kellett figyelnie. Komolyabb havazásra az Északnyugat-Dunántúlon, illetve a Dunántúli Középhegység térségében lehetett számítani. Fehérvár térségében inkább az eső és az ónos eső a jellemző. Ahogy itt mögöttem látszik, az M7-esen egyelőre nem okozott nagyobb fennakadást az időjárás a forgalomban. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, használjunk téli gumit, tartsuk be a követési távolságot, és érdemes a tempóból is visszavenni, hiszen egy apró figyelmetlenség, egy hirtelen fékezés is okozhat óriási balesetet. Induljunk el időben ahhoz, hogy vissza tudjuk venni a tempót, és oda is érjünk úti célunkhoz. Időjárásunkat egy mediterrán ciklon alakítja jelenleg, ennek hatására több hullámban kisebb-nagyobb megszakításokkal érkezik csapadék. Fejér megyében ennek minden formája előfordul, az ónos eső mellett fagyott esőre, havas esőre és havazásra is számíthatunk. A hirtelen hideg és a borús idő marad a hétvégére is, péntekre azonban már nem kell ekkora mennyiségű csapadékra számítani. Ez a csapadék zóna ez péntekre el fogja hagyni a térséget, és utána átmenetileg mindenképpen egy hosszabb csapadékmentes szünetre kell számítani. Azonban van némi esély arra, hogy a hétvégén érkező újabb mediterrán ciklon súrolhatja majd a térséget, bár nagyobb eséllyel ez inkább a térségtől délkeletebbre fog majd elvonulni. Az időjárás előrejelző szakember szerint ettől függetlenül nem számíthatunk nyugodt időre, felhős és szeles idő várható, és velünk marad a hideg is.